Üdvözöllek az elakadtál kitörési megoldások kihíváson. Gratulálok, hogy részt vesz ezzel a nagyszerű díjmentes rendezvényen. Bölcs döntés hoztál, hogy velünk tartasz, hogy sikeresen haladj tovább. Fekete Zsolt vagyok ennek a nagyszerű eseménynek a megalkotója és előadója. Az a küldetésem, hogy segítsek neked a kitörésben és a továbbjutásban. Hasznos technikákat és gyakorlatokat fog neked mutatni, amelyek segítségével újra szárnyalni tudsz majd. Írd be a naptáradba az április 29-i időpontot, és nem sokára találkozunk a Zoom híven. Rengeteg ötletet és technikát fogsz megismerni, mint például, mit is jelent az elakadás. Miért érzem úgy, hogy elakadtam? Kitörési megoldások. A hét tedd, és a hét ne tedd. Mik a következő lépések? Tudom, hogy ezek a technikák és gyakorlatok az életed és a jövőd számos területén tudnak segíteni. Néhány fontos lépés, amit érdemes megtenned, hogy maradéktalanul tud élvezni a kihívás előnyeit. Először is légy jelen, és kapcsold be a kamerádat. Írd be a naptáradba fél órával hamarabbra az időpontot, hogy nyugodtan fel tudj készülni. Egyél, igyál és pihenj eleget a kihívás előtt. Keress egy csendes és nyugodt helyet, hogy maradéktalanul tudj figyelni a kihívásra. Lehetőség szerint próbáld félretenni a telefonodat és elektronikus eszközeidet, hogy a halasztható hívások és közösségi csetek ne vigyék el a figyelmedet. Tekints úgy erre a díjmentes kihívásra, mint egy igen költséges rendezvényre. Készülj, várj a jövőt. Gyors ismétlés. Írd be fél órával hamarabbra az időpontot a naptáradba, és készülj fel. Csatlakozz az exkluzív Facebook csoporthoz, lejjebb találod a linket, ahol hasonló gondolkodású partnerből egy nagyszerű közönség vár rád. Gondolkozz el rajta, hogy kiknek szólnál el a kihívásról. Barátok, ismerősök, családtagok, kollégák, üzleti partnerek? Kiket érdekelhet egy nagyszerű jövő? Ki szeretne újra szárnyalni? Szólj neki is a kihívásról, osszuk meg velük ezért a technikákat, gyakorlati tippeket, segítsünk nekik is. Nagyon hálásak lesznek azért, hogy szóltál nekik erről a kihívásról. Kérd meg valakit, hogy csatlakozzon, mint az edző partnered a kihíváshoz, hogy tudjatok egymásnak segíteni a kihívás után a kölcsönös haladásban. Írd be a naptáradba az időpontot, és hívj meg másokat is. Kísérd figyelemmel a Facebook csoportot, új információk várnak folyamatosan rád, és időnként ellenőrizd rendszeresen az e-mailedet is. Nem sokára találkozunk a kihíváson.